2023 májusában megjelent a vadonatúj 2K Drive Legos videójáték, amelynek az volt a legnagyobb újítása, hogy az autók át tudtak transformálódni, hogyha éppen vezettél egy versenypályán és hirtelen a vízok kellett ugratni, akkor bizony egy csónakká is át tudott alakulni, egy motorcsónakká, és hát ebben a készletben ezt rekreálni tudjuk, hiszen ebben a készletben pontosan azok a járművek lesznek benne, ami a videójátékban is megtalálható. Ez itt az Építs Fel, vágjunk is vele! A készlet egy szokásos City design kapott meg, van ez a kis kék hátterünk, 2K Drive fönt a sarokban, 6 pluszos eszet, 6395-ös, kombó rész Pekka neve, 362 darabos, és egyébként 11 000 forintért lehet majd megvásárolni augusztus 1-től. Hogyha megfordítjuk, akkor látható, hogy ebben a készletben mi is az újítás, az, hogy mindegyiknek az elejét el tudjuk távolítani, és a hátsó részét, és akár a másik autónak az elejét vagy a hátsó részét rá tudjátok tenni, tehát teljesen testre szabhatóak ezek a járművek, bontsuk is ki. A kis dobozban összesen 3 darab számozott zacsink van, mindegyes zacsi a külön járművet mutatja be, és 3 összerakásink is van, amikből ezeket az autókat tudjuk összeépíteni, úgyhogy akár egyszerre is 3-an is lehet ezekkel építkezni. Összeépítem őket, és megnézzük azokat a rejtelmes kis funkciókat. Na szóval a 3 kis járművünk össze is épült, és egyébként tök érdekes, hogy a dobozon mindenhol föl van tüntetve, hogy ezekkel lehet játszani a videójátékban, sehol nem találtam az összerakásiban bármilyen arra való utalást, hogy hogyan is lehetne ezekkel játszani, hiszen jelen pillanatban ezek az autók nem elérhetőek a játékban, és mégis a dobozon mindenhol az van, úgyhogy lehet, hogy ez majd a későbbiekben derül ki, de sajnos a felvétel időpontjában nekem ezt még nem osztották meg Legóék. Na de, a készletünkben ugye 3 jármű van, amihez 3 speciális minifigura is társul. Torzóban és lábban mind a 3 pontosan megegyezik, viszont tök jó, hogy színben egyező sisakokat kaptok. Tehát a piros autóhoz piros sisakos, kék motorcsónakhoz kék sisakos, még a sárgához fekete. Oké, de a sárgában is van fekete szín, úgyhogy ezt megértem, hogy miért mondjuk egy kis sárgával jobban mutatott volna. Mindegy, viszont ezeket le tudjuk cserélni, szóval hogyha leveszitek róla a sisakokat, akkor színben egyező hajakat is kapunk. Piros autóhoz piros haj, sárga autóhoz sárga haj, kék autóhoz kék haj, vagy motorjónakhoz kék haj. Ez is tök jó kis odafigyelés a részletekre, és pláne azért, mert ez az overallok egészen jól néznek ki rajtuk. Szerintem ezek tök jó kis minifigurák ehhez a termék családhoz. Először is kapunk egy kis sportverdát, ami egyébként 6 stát szélességű, tehát a régi stílusú Speed Championsoknak a méreteit hozza ez az autó. Szerintem egészen jól néz ki. Nyilván egy ilyen kitalált dologról van szó, úgyhogy ne számítsatok arra, hogy bármi ez is hasonlítani fog. Ha nagyon hasonlítani akarnám, akkor színe miatt egy Ferrari-t tudnám hasonlítani, főleg, hogyha megnézitek a hátsó részét. Talán ez egy kicsit emlékeztet az F40-esre, de hát ezek ilyen kitalált járművek, úgyhogy itt ebben ne keressétek a hasonlóságokat. Egyébként együléses belsőt kapunk bele, látjátok, egy darab minifigurát simán középre be tudtok ültetni, és vannak érdekes kis kiegészítők rajta. Eleve itt látható itt az oldalán, hogy vannak ezek az érdekes kis alkatrészek, amire majd mindjárt kitérek, de ugye, hogy a doboz is reklámozta, simán el tudjuk távolítani például az első lökhárítót és a hátsó lökhárítót is pontosan ugyanígy, hogy miért, ezt majd mindjárt mutatom nektek. Következő járművünk ez a kék motorcsónak, hát nekem messze ez tetszik a legjobban ebben a készletben. Attól függetlenül, hogy nem egy autóról van szó, szerintem ez sikerült a legjobban ennél az építésnél. Tök jó, hogy ilyen hosszú, tök jó, hogy ennyire áramvonalas, tök jó, hogy ennyire sportos motort kellett összeépíteni, vagy motorcsónakot kellett összeépíteni, még egy bazi nagy motort is be kellett építeni az elejére, csak ugyanúgy, mint az előző esetben, itt is
egy minifigurának van hely, oda simán be tudjátok ültetni, és egyébként az aljára ilyen kör alakú alkatrészeket kellett beépíteni, és ezáltal tényleg olyan, mintha jobban csúszna, ezen a felületen nem akad meg a szögletes Lego, és a végén pedig található itt is egy kis motor kiegészíti, vagy legalábbis ottól nyomja ki magából a víz sugarat, és így halad szépen előre. És a harmadik pedig ez a terepjárunk, ami egyértelműen egy elektromos autó. Ha nem jönnétek rá, a hátulja nagy segítséget ad, hiszen elektromos jel is van rajta, és még a kipufogójából elektromos kis kisülések jönnek ki. Bazi nagy kerekei vannak, sárga és fekete szín kombináció van rajta. Ennek az oldalán is megfigyelhető az, ami a piroson, sőt, igazából a kéknél is, amit előbb nem is mondtam nektek. Ugyanúgy egy minifigura fél bele a belsejébe, és egy hatalmas nagy lökhárító található ott az elejénél. Na de, ez a készlet nem csak egyből áll, hogy ilyen city stílusú, Speed Champions-os méretű autókat és járműveket tudunk összeépíteni, hanem ezeket bizony kombinálni is tudjuk. Például, hogyha leveszem ezt a kék elejét ennek a motorcsónakra, és át tudom tenni a piros orrát ennek az autónak. Hátulját is teljesen le tudom cserélni, és ezen a B-roll felvételen most pontosan azt láthatjátok, hogy mennyire randomra lehet ezeket összeépíteni, hiszen a videójátékban is fontos szerepet tölt be az, hogy különböző kombinációkat hozzatok össze járművekből, hiszen hogy éppen mentek a szárazföldön, hirtelen elétek ugrik egy kis víz, akkor már egyből átvált motorcsónakra, vagy át tudtok váltani motorcsónakra, és akkor ott haladtok tovább a versenyzés szempontjából, úgyhogy ezt is egészen jól megoldotta szerintem a Lego. Nyilván sokkal jobban néznek ki, hogyha az eredeti kiegészítőik vannak rápakolva, de hogyha akarjátok, akkor simán kombinálni tudjátok őket. Összességében szerintem ez a termékcsalád egészen jól hozza a videójátéknak a hangulatát, tök jó, hogy így megoldották, hogy különböző részeket össze-vissza lehet pakolgatni, és ez egy ilyen plug and play megoldás, leveszitek, átcsatoljátok a másikra, és már mehet is a móka. És amit ugye az előbb nem is említettem nektek, hogy miért vannak az oldalán ezek az extra kiegészítők, egyébként az elején is pontosan ugye ezzel találkozunk, ez azért van, mert a többi készlettel is össze lehet ezeket kombinálni, és ugye vannak olyan szettek, amikben hát vannak egyéb kiegészítők is, és hát ide is ezeket rá lehet csatlakoztatni, úgyhogy ez a három készlet össze-vissza cserélgethető, tök jó játékkészlet, aki szereti az ilyen stílusú szetteket, azok utazzanak rá, mert egy az építési élményből egészen jól működik, és a másik szempont pedig az, hogy nagyon variálhatóak, nagyon sok játékélményt ad a gyerekeknek. Nos, srácok, hát ez volt a 6395-ös Lego City készletnek a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el róla. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Én a Legónak még egyszer szeretném megköszönni, hogy elküldték ezt a szettet. Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!